Az idei esztendő a civil események éve volt, hiszen számtalan jubiláló rendezvényt töltötte be a város naptárát Dombováron. Ez a közös ünneplés már hagyománnyá vált, mondta Tóth Zoltán. Ez egy nagyon szép hagyomány Dombováron, hogy nem csak a családunk körében, hanem a civil egyesületek, a tagok egymás között is megünneplik a karácsonyt. Több éve tart, sajnos ugye a pandémia alatt erre nem volt lehetőség, de azóta folyamatosan évről évre visszatérő módon egy közös gálával, szórakozással együtt emlékezünk meg a karácsony ünnepről, annak közelettéről. Hosszú Sándor Gergely elmondta, hogy a civil karácsonyt minden évben együtt ünneplik az önkormányzattal és a civil lakossággal. Ugye 2023-as év végét is gálák szempontjából a civilek zárják a civil karácsony programmal. Ez ugye napjainkra már egy hagyománnyá vált az évek során. Számomra ez nagy öröm, hogy az év elejét a civil gálával kezdjük városunkban, az év végét pedig a civil karácsonnyal zárjuk. A civil karácsony után ajándék várta a Dombovári Polgárőr Egyesületet a város karácsonyfája alatt. Egy új szolgálati autót kaptak. A mai rendezvényünk végén a Dombovári Polgárőr Egyesület egy új gépjárművet vehet birtokba, melyet karácsony alkalmával kapnak meg jelképesen Dombovárváros önkormányzatától. A kulcsot Pintér Szilárd polgármester adta át Almási Borbála Zsuzsanna elnökasszonynak. A mai rendezvény a városi civil karácsony, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Dombovári Polgárőr Egyesület kapott egy autót a városi önkormányzat részéről. Nagyon nagy meglepetésünkre szolgál, mert miénk elég rossz állapotban volt. A Dombovári Polgárőr Egyesület fontos partnere az önkormányzatnak és a Dombovári Rendőrkapitányságnak. Az év minden napján lehet számítani a szervezetre, így az új jármű jó szolgálatot fog tenni a városban.